Robogós ételfutár tartóztatott fel egy a rendőrök elől menekülő autóst Budapest belvárosában. A férfi ittas volt, előtte neki tolatott egy járőrnek, majd egy másik rendőrt is megpróbált elütni. A rendőrök csak nehezen tudták megbilincselni, egyikük az akció közben meg is sérült. Információink szerint a férfi még mindig nincs kihallgatható állapotban. Nagy ívben fordult meg, így próbált egérutat nyerni az őt üldöző rendőrök elől a kék Suzuki sofőrje. Ekkor váratlan dolog történt. Egy robogós ételfutár útját állta és nem engedte tovább. A menekülő autós azonban nem adta fel. Tolatni kezdett, de a futár követte, motorjával ismét elévágott, ezzel pedig megállásra kényszerítette. A sofőr ezután kiszállt az autóból, odament a rendőrökhöz, akiknek csak némi dulakodás után sikerült megbilincselniük és a földre teperniük. A felvételt az Index.hu egyik olvasója készítette a Bajcsi-Zsilinszky úton, ahol még vasárnap is látszottak a helyszínelés jelei. A férfit eredetileg azért igazoltatták a rendőrök, mert egy piros lámpánál láthatóan zavartan viselkedett és becsmérlő kifejezéseket tett. A sofőr nem volt együttműködő, neki tolatott az egyik járőrnek, majd előre menetbe kapcsolt és megpróbált elmenekülni. A másik egyenruhás a kocsija elé állva próbálta ezt megakadályozni, majd őt is megkísérelte elütni. A járőrök ezután rendőrautóval eredtek a nyomába, a videó felvétel ekkor készült. Az intézkedésben az egyik rendőr a jobb könyökén megsérült, őt a mentők kórházba vitték. A férfi ellen hivatalos személy elleni erőszak gyanújával tettek feljelentést. Az ügyben a budapesti regionális nyomozóügyészség hivatalos személy elleni erőszak büntette és más bűncselekmény miatt rendelte el nyomozást. A nyomozóügyészség az elkövető ügyvezetőt is elrendelte. A szonda kimutatta, a Suzuki sofőrje alkoholt fogyasztott. Zerkovics Dávid közlekedés pszichológus szerint a motoros futárnak akár az életébe is kerülhetett volna a vakmerő akció. Az ittas emberekről tudjuk, pláne akár a kábítószert fogyasztott emberekről, hogy kiszámíthatatlan a viselkedésük. Nem a normák szerint működnek, tehát sokkal nagyobb eséllyel fog eszkalálódni a történet. Nem tudhatjuk, hogy van-e fegyver az illetőnél, nem tudhatjuk, hogy kész-e fegyverként használni az autót. Ugye nem egy olyan terrorista cselekmény volt az elmúlt években Európán belül is, ahol gépjárművet használtak fegyverként. Noha a hatóságok óvaintik a civileket attól, hogy beavatkozzanak egy rendőri akcióba. Tavaly februárban Újpalotán egy autós segített a rendőröknek egy szökött fegyveres rabhatás tanításában. A férfi verekedni kezdett a fegyveressel, a rendőröknek a közelharc után sikerült több lövéssel hatástalanítaniuk a férfit.